Az Európát sújtó energiaválság híreivel folytatjuk a ma reggel adását. Ahogy már megszokhatták, minden nap más és más ország helyzetével foglalkozunk. Most megmutatjuk, milyen nehézségekkel küzd Németország, Szlovénia, valamint Románia lakossága. Több ezer embert bocsát el németországi telephelyéről az amerikai Ford autógyár. A cég anyagi okokkal indokolta a döntést. Közben azt is bejelentették Németországban, hogy nem sokára üzembe helyezik a modern akkumulátoros vonatokat. Kapcsolunk is Berlinbe, tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz. Mit lehet tudni erről pontosan, bővebben? Jó reggelt kívánok! Megnövekedett energiaárak és a megnövekedett élelmiszerárak miatt sztrájk hullám söpör végig Németországon. Figyelmeztető sztrájkra szólítja fel a közszféra dolgozóit az egyik legnagyobb szakszervezet, a Verdi. Itt Berlinben is tartottak már sztrájkot, de Észak-Rajna-Veszfáliában, Schleswig-Holstein tartományban is, és pénteken a németországi repülőterek is megbénulhatnak, hiszen ott is figyelmeztető sztrájkot szerveznek. Gyakorlatilag a dolgozók arra panaszkodnak, hogy nem tudják kifizetni a megnövekedett bérleti díjakat, és a hűtőszekrényt nem tudják megtölteni élelmiszerrel, több mint 10%-os béremelést szeretnének, vagy 500 eurós béremelést. És ezzel párhuzamosan, ahogy említetted, az amerikai Ford jelentős leépítéseket tervez európai telephelyein, és Németországot, a németországi telephelyeket, a kölni és az áheni telephelyet érinti ez a legérzékenyebben. 2300 dolgozót terveznek elbocsátani, és ennek csak egyik oka a megnövekedett energiaára. A cég nem tudta a tavalyi profit céljait teljesíteni, tehát a spórolás csak az egyik ok. A másik ok viszont, hogy az elektromos autók gyártásának a terén szeretnének jelentős előre lépéseket tenni, tehát a terveik szerint, a cég tervei szerint a kölni gyártóbázisról már az idén legördülhetnek az első elektromos járművek, de más németországi autógyártók is tervezik az elektromos autókra történő áttérést. Az ehhez szükséges akkumulátorokat korábban Kínából szállították, de nemrég Türingia tartományban a kínai cégóriás megnyitotta az első európai telephelyét, ahol a tervek szerint éves szinten 30 millió akkumulátort fognak előállítani. És valóban az autók mellett a vasúti közlekedést is eléri az elektromos forradalom. Schleswig-Holstein lesz az a tartománya Németországnak, ahol az első akkumulátoros vonatok forgalomba állnak, gyakorlatilag már a nyár folyamán. Ezeknek a töltési ideje 15 percet vesz igénybe, tehát a forgalmat nem fogják akadályozni, és töltőpontokat fognak még kialakítani. Schleswig-Holstein tartomány egyébként más szempontból is nagy jelentőségű, hiszen itt nyílt meg Németország harmadik LNG terminálja, a Brunsbütteli terminál, és az első szállítmányt gyakorlatilag a szerdai napon, tehát nem sokkal adásunk után tervezik felavatni. A tartályhajó már megérkezett, eddig 3 LNG terminál épült Németországban, jövő télen teljes mértékben kiesik már az orosz gáz, és ennek a pótlását szeretnék megoldani a németek. Egyharmadát, a kieső orosz gáz egyharmadát a folyékony gáz, az LNG terminálok segítségével, és Olaf Scholz kancellár a belga miniszterelnökkel is tárgyalt, hiszen Németország növelni szeretné a Belgiumból Németországba irányuló gázszállítmányt. Már a jövő télre gondolnak a németek, hiszen gyakorlatilag nem lehet tudni, mennyire hideg lesz a tél. Jövő télen teljes mértékben kiesik az orosz gáz, és annak a pótlásáról szeretnének gondoskodni. Folytassuk Szlovéniával, ahol a lakosság egy weboldal segítségével összehasonlíthatja egy-egy alapvető élelmiszer árát az üzletláncokban, a kormány által készített összeírásból pedig azt is megtudhatja, mely üzletben éri meg a legjobban vásárolni. Lendváról Magyar Lovrics Mirjánát kapcsoljuk most. Milyen célt szolgál az alapvető élelmiszerek árának rendszeres összeírása, majd összehasonlítása, és mit mutatnak a felmérés legfrissebb eredményei? Szép jó reggelt kívánok! A háztartások védelme, a lakosság ellátásának biztosítása, a drágaság terhének elosztása teljes élelmiszerláncban. Ez a célja a kormány által még szeptemberben elindított projektnek, melynek keretében a fogyasztók egy internetes oldalon összehasonlíthatják az alapvető élelmiszerek árat Szlovénia legnagyobb üzletláncaiban, és ez alapján könnyebben eldönthetik, hol vásárolják meg a kiválasztott terméket. Emellett a kormány két hetente összeírja és
összehasonlítja 15 alapvető élelmiszer, vagyis a liszt, kenyér, tészta, marha, sertés és csirkehús, tej, joghurt, sajt, vaj, tojás, alma, burgonya, étolaj és cukor árát. Ezek mellett pedig minden összeíráskor további 5 olyan élelmiszer árát is vizsgálja, melyek összeírástól összeírásig szükségesnek bizonyulnak, illetve a szezonális termékek közé tartoznak. A projekt előreláthatóan március végéig tart, keretében pedig 3 alkalommal az árakat nem csak Szlovéniában, hanem Ausztriában, Olaszországban és Horvátországban is összeírják, mégpedig azokban az üzletekben, amelyek legfeljebb 50 kilométerre vannak a szlovén határtól. Az összeírással egyrészt a kormány megállapítja, Szlovéniában mely üzletláncban a legalacsonyabb a vásárlói kosár ára, másrészt pedig a fogyasztók arra is választ kapnak, megéri-e esetleg a határ túloldalán vásárolni. Szlovénia tehát a magas árak elleni harcban nem az élelmiszerekre vonatkozó árstop mellett, hanem úgynevezett puha intézkedések mellett döntött, melyek egyelőre úgy tűnik meg is hozták az eredményt. Míg az első szeptemberi összeírás azt mutatta, hogy a legolcsóbb és a legdrágább szlovén vásárlói kosár között 11 euró volt az árkülönbség, addig a 2 héttel ezelőtti összeírás már arról tanúskodik, hogy e 2 kosár közötti különbség csökkent, és ezúttal csak alig haladja meg az 5 eurót. Az összeírásokból az is kiderül, és a vásárlók számára igazából talán ez a jó hír, hogy Szlovéniában folyamatosan csökken a vásárlói kosár ára, míg szeptemberben közel 47,5 euró volt, addig január végére lecsökkent 40 euróra. És érdekesen alakulnak a külfölddel való összehasonlítások is, míg még szeptemberben a vizsgált országok közül a vásárlói kosár a maga 32,5 eurójával Horvátországban volt a legolcsóbb, sőt 15 euróval olcsóbb, mint Szlovéniában, addig a decemberi adatok már azt mutatták, hogy Szlovéniában éri meg a legjobban vásárolni. Romániában tavaly több mint 7%-kal csökkent az áramfogyasztás az egy évvel korábbi számokhoz képest. Emellett az infláció is mérséklődött januárban, de még mindig nagyon magas. Kapcsolunk Bukarestbe tudósítónkhoz, Bot Eszterhez, szervusz! Mit mutatnak a legújabb inflációs adatok, illetve mi áll a 7%-os áramfogyasztás csökkenés hátterében? Jó reggelt kívánok! Tegnap jelentek meg a januárra vonatkozó inflációs adatok. Ezerint Romániában 15,1%-ra lassult januárban az éves infláció, a decemberi 16,4%-ról. Tehát valamivel több mint 1%-pontos csökkenésről beszélhetünk. Szakértők ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy ez a lejtmenet nem jelenti azt, hogy havi szinten csökkentek volna az árak, mindössze lassult a drágulás üteme. Az élelmiszerek terén például még mindig emelkedésről beszélhetünk. Igaz, ez az emelkedés közel sem olyan intenzív, mint tavaly. Éves összehasonlításban azt láthatjuk, hogy még mindig legnagyobb mértékben a cukor drágult több mint 60%-kal, de a vaj is közel 50%-kal került többe, mint egy éve korábban. A tojás, a tej, az étolaj közel 35%-kal emelkedett tavalyhoz képest. Az energia terén a földgáz csaknem 30%-kal emelkedett, a villamos energia ára pedig több mint 20%-kal nőtt egy év alatt. Nyilván a hatósági korlátozott árakról van szó. A Román Nemzeti Bank előrejelzése szerint az infláció az elkövetkező hónapokban is magas marad, csak a harmadik negyed évben csökken egy számjegyűre. Hasonló a Román Kereskedelmi Bank közgazdászainak előrejelzése is. Ez szerint évvégére mintegy 8%-ra mérséklődhet Romániában az inflációs ráta. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy rövid távon még mindig 15% körüli lesz a fogyasztói árindex, és a prognózis szerint látványosan csak a második negyed évben fog csökkenni az infláció az országban. Az elemzők optimizmusa elsősorban az alacsonyabb energiaárakhoz kapcsolódik, ugyanakkor a nyersanyag árak csökkenésére is számítanak. Az infláció mellett az áramfogyasztás is csökkent Romániában, derült ki szintén a Nemzeti Statisztikai Intézet adataiból. Eszerint a végfelhasználók áramfogyasztása 7,2%-kal csökkent az előző évhez képest. Ezen belül is
főleg a lakossági áramfogyasztás csökken. Ugye tavaly szinte egész évben az energiatakarékosság fontosságát hangoztatta a kormány. TV és rádió reklámokban, óriás plakátokon népszerűsítette különböző spórolási technikákat. A közintézmények is takarékoskodtak, sok településen például lekapcsolták a díszkivilágítást is. Az, hogy a lakosság valóban igyekezett spórolni, jól mutatja, hogy érezhetően megnőtt az igény az energiatakarékos háztartási eszközök iránt. Az elektronikai cikkeket forgalmazó áruházak szerint 3-4-szeresére emelkedett a kereslet a korábbi évekhez képest. Úgy tűnik tehát, hogy a háztartások erőfeszítése számokban is megmutatkozik. A lakossági áramfogyasztás ugyanis 9,3%-kal mérséklődött tavalyhoz képest. Noll Katalinnak Németországból, Magyar Lovrics Mirjanának Szlovéniából és Bot Eszternek Romániából köszönjük szépen a legfrissebb információkat.